Annak idején felmértük azt, hogy melyek azok a lépések, melyek milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy Győr-gazdasága még erősebb, még aktívabb lehessen, és úgy láttuk, hogy a megvásárolt ipari park tulajdonrész után, mikor már 100%-os tulajdon lett az önkormányzat, további fejlesztéseket szeretnénk végrehajtani az ipari park mellett. Most ez a vasútépítés, a hozzá csatlakozó infrastruktúrális fejlesztés azt szolgálta, hogy az itt lévő cégek, vagy a letelepülni vágyó cégek még jobb környezetben, még komolyabb eredményekkel tudják majd zárni a következő éveket. Ezt mondta Győr polgármestere az ipari park legutóbbi vágány hosszabbításának ünnepélyes avató ünnepségén. 2014. szeptemberében adták át a második ütemet, de az önkormányzat már akkor jelezte, hogy nincs megállás, a vágányt tovább bővítik. Az ipari park teljesen megtelt, idén azt is fejleszti a város, a betelepülő cégeknek pedig komoly segítség a vasúti szállítás megoldása. Ezek a képek pedig szerdán készültek, ezeken jól látszik, hogy tovább bővül a park vasúti hálózata. A tervek elkészítése, elfogadása, az engedélyek beszerzése és a munkaterület átadása után február első felében indult a fejlesztés, ami eddig nagyon jól halad. Az újabb szakasz 550 méter hosszú lesz és három kitérő is létesül rajta. Az iparvágány mellett életvédelmi korlát és térvilágítás is épül, ami még biztonságosabbá teszi az iparvágányon történő szállítást. Az új szakaszt a tervek szerint valamikor július második felében adják majd át hivatalosan, de közben a régi, ezelőtt 25 évvel épült iparvágány felújítása is elindul még ebben az évben. Az új beruházás, valamint a régi vágány felújítása is úgy történik, hogy közben a szállítások zavartalanul mennek a park ipari vágányán.